ez egy hatalmas terület. Ha itt ki van pucolva, be lehet látni az egész város, még arra Pest felé is teljesen. Ez a barna épület, ami ott látható, ez egy cukrászda volt, egy jól menő cukrászda. Tehát nekik volt több ingatlanjuk, vagyonuk, és gyakorlatilag valamilyen úton, mondom, kisemlízték őket is. Tehát innen néztek ki minket. Felderítik azt, hogy kik azok az egyszerű emberek, vagy hiszékeny emberek, akik vagyonnal, vagy vagyontárgyakkal rendelkeznek. Mint általában az intellektuális bűnözők, jó felkészültek, jó domájúak, behizergőek, bekerítik őket, és a végén kész. Valójában nekem Kistarcsáról 4 megbízásom volt konkrét személyekkel szembe, akiket becsaptak, és hát ugyanaz a csoport sorozatban megkárosította az embereket. Feljelentéseket tettek, és hát egy idő után szépen minden elhalványult, mondhatnám azt, hogy lesöpörték az asztalról az ügyeket. Elvesztettem a férjemet és a fiamat 2006-ban, a férjemet a betegsége kapcsán, és a fiamat sajnos egy tisztázatlan körülmények miatt a Sziget Fesztiválról nem jött haza. Ezzel magyarázható az, hogy én hittem neki, mert ott voltam teljesen egyedül a kétségek között, a mély depresszióba, és sajnos ott kezdte véleményem szerint felhasználni ezt az állapotomat. Ingatlanokat vesznek el, mondva csinált szerződésekkel és egyebekkel. Gyakorlatilag két-három ember az, aki között mozog ez a történet, de vannak ilyen csatlósok, akik még a periférián mozognak. Kifigyeltek minket nagy valószínűséggel, hogy nekünk is van épületünk, és van egy keresztlányunk, akit ugye hát behálóztak. Elvette feleségül, és itt kezdődtek a bonyodalmak. Elég nehéz körülmények között éltünk, mert építkezés alatt voltunk, de hitelre nagyon jó áron sikerült megvásárolnom egy ingatlant, és közben a férjem sajnos beteg lett, és úgy döntöttünk, hogy eladjuk. Néhány napig voltak együtt, és ugye kértek tőlünk kölcsönpénzt. Először egy kisebb összegről beszéltünk, hogy lássuk azt, hogy hát ő megadja ezt az összeget, utána egy kis késéssel természetesen megadta. Felvetette a T. János, hogy ő mint építőipari vállalkozó, aki már 200 házat felépített, tehát nagyon nagy gyakorlata van ebben, azt gondolta ki, hogy könnyebben el tudjuk értékesíteni, tudjuk a telkünket, hogyha ő házakat épít rá. Ebből körülbelül 7-8 telket lehetett volna kihozni, ott az útbejáróval, amit ő megígért, meg a közműbeépítéssel. Utána kért egy nagyobb összeget. Fedezetként felajánlott egy ingatlant, amihez nem jutottunk hozzá természetesen, és utána mondta, hogy akkor fogunk hozzájutni, hogyha belemegyünk egy társasház építésébe. Eszünkbe sem jutott, hogy igazából ebből semmi nem fog megvalósulni. Na most mi ebbe belementünk, vásároltunk egy ingatlant, és itt kezdődtek azok a dolgok, hogy amennyi pénzt mi belefektettünk, az épület nem épült olyan dinamikában. Mélyen áralat kénytelenek voltunk eladni, hiszen aki megvásárolta az egyik lakást belőle, az 14 millióért megvásárolta, és 18 millióra perelte a cégünket. Több 10 milliós kárról van szó, amit okoztak nekünk. Szerintem egy 50-100 millió kár van az összes károsultnál. Körülbelül 16-18 károsultról van szó. Van, akinél nagyobb az összegszám, tehát több millió, több 10 millió, van, akinél pár millió. T. János bizalmával annyira elnyerte nálam, hogy sajnos kapcsolatunk is alakult ki. A fiam halála után kiderült, hogy a fiam nevére életbiztosítás is lett kötve. És ez a T. János kötötte a nevére. Ezek azért azt gondolom, hogy elég komoly dolgok, amit a rendőrségnek ki kellett volna viselni. Ki volt a kedvezményezettjének? Hát ő. Ez egy özvegy asszony volt neki pénze, volt neki vagyontárgya, sok ingatlana,
A jó ember rátelepült, levetköztette elnézést anyagilag, elvette az ingatlan, különböző dolgokat, és a végén lelépett, ott hagyta. És ebből vannak neki a különböző végrehajtások, a vagyontárgyainak elvesztése, meg minden. Mi beadtuk 2011-ben az első feljelentést, és 2013-ig sem kaptunk rá választ. Csak egy egyszerű határozatot küldtek 2 év után, egy nyomozás felfüggesztő határozatot. A 2010 óta eltelt időszakom nekem azzal telik szinte minden napom, hogy beadványokat írok, a feljelentést teszem, feljelentés kiegészítéseket teszek. Tehát többszörösen elutasítottak minket mindenféle fórumon, úgy a rendőrség, mint a bíróság. De most az ügyészségre benyújtottam egy panaszt, amelyben helyt adtak a panaszomnak, és a rendőrségi határozatot, az elutasító határozatot hatályon kívül helyezték. Írásszakértőt rendelt ki a Gödöllői Kapitányság, majd a Gödöllői Rendőrkapitány saját hatáskörben úgy döntött, hogy visszavonja az írásszakértő kirendelését. Majd az írásszakértő magánúton be lett vonva, és megállapította, hogy azok az okiratok, amikkel az Irénke telkét elvitték, hamisak. Élettársa az elkövetőnek nyilatkozott, és ő a nyilatkozatában, amelyet Sándor Istvánnak is megerősített, és a tanúvallomásában megerősítette azt, hogy ők hogyan követik el ezeket a cselekményeket. Mi átadtuk a bizonyítékot, amelyet hangfelvétel formájában, amit a úgymond elkövetővel mi készítettünk, és ezt többször átadtuk a nyomozó hatóságnak, hogy értékeljék ezeket a felvételeket. Na most az értékelés az valamilyen úton, módon eltűnt, illetve maga a bizonyíték is eltűnt a rendőrségről. Egyik sértetnek is a hibája, mert a pestvidéki törvényszéknél elértük azt, hogy elfogadnak bizonyítékként olyan dolgot, amit addig nem akartak elfogadni. Mi történik? A tárgyalásra eljövünk, utána az egyik sértettet ugyanez a társaság, és a társaság ügyvédje megkeresi, meg az ő ügyvédjüket valószínűleg lebotolnak, és kötnek egy olyan megoldást, egy kompromisszumot, amivel az egész addigi eljárást fölrúgják. A bíróság és a rendőrség újra nyomozta az ügyet. Kiderült a határozatában és a nyomozás végezetével és a bírósági tárgyalás végén, hogy az elkövetőnek alapos indítéka volt a bűncselekmény elkövetésére, illetve a cselekmény elkövetésére. Kaptam egy üzenetet az elkövetőtől, amelyben megfenyegettek minket, ugye a perzárlatokkal, hogy minden vagyonunkra perzárlatot tetettek, valamint a fiam is megfenyegették. Tehát ők semmitől nem riadnak vissza, amely üzenetet bemutattam a kihallgató rendőrnek, hogy hát tessék megnézni, most ezt kaptam a telefonomra, és akkor azt mondták, hogy ó, hát ezt nem kell komolyan venni, ilyet mindenki kap minden nap, ilyen fenyegető üzenetet. Az egészségem is teljesen legyen volt, nem csak nekem, a többieknek is. Én mindenkinek azt javaslom, hogy keressük meg az ügynek a büntetőjogi vonzatát, mert ha bele lehet őt irányítani valamelyik büntetőjogi kategóriába, ott is lehet kérni a polgári jogi igény érvényesítését, és akkor elkerül egy 4 éves polgári pert. Vagy 3 éves, vagy 2 éves, aminek valójában nincs semmilyen jogérvénye. Én azt mondom, nekem veszteni valóm nincs. Én elvesztettem a fiamat, meg a férjemet, és nem fogom hagyni, hogy egy bűnözői kör elvegye az én örökölt, egész életem során a férjemmel megdolgozott házamért, megszerzett javainkért. Van még egy fiam, akinek óriási devizahitel tartozása van, és nem fogom hagyni, hogy az ő örökséget is mások kaparítsák meg. Na most itt az ügyeket, beküldték az egészet állítólagosan a Teve utcai rendőrkapitányságra, és ott kezelik az egészet egyben. Nincs semmi olyan kötelező presszió az egész eljárásban, amit 4 évig csináltak, ami arra inspirálná az adós, hogy nekem meg kell fizetnem, mert megyek az adósok börtönébe.